Egy ideje egyre jobban foglalkoztat engem azoknak az embereknek az élete, akik valamiért kicsit nehezebb helyzetben vannak, nálamnál is, de általában nehezebb helyzetben vannak. És így jutott eszembe az, hogy példákat is jó lenne fölmutatni, hogy talán ebből a nehéz helyzetből valamilyen módon kiláboljanak. És akkor találkoztam ezzel a kezdeményezéssel, ezzel a misszióval, egyébként ez lett a filmünknek is a címe, hogy Misszió, aminek az a neve, hogy Keresztény-Roma Szakkollégiumok Hálózata. Erről készítettünk most egy filmet, ennek a hálózatnak a munkájáról. A dolog lényege az, hogy olyan roma keresztény szellemiségű fiatalokat vesznek föl kollégiumokba, szakkollégiumokba, ezek egyetemi és főiskolai hallgatók, akik valamiért szeretnének segíteni saját környezetüknek, a saját falujuknak, a saját városuknak, roma társaiknak. Ezek fiatal orvosok, fiatal pedagógusok, fiatal közgazdászok, fiatal szociális munkások, stb., akiknek nagyon-nagyon érdekes az életsorsa. Legtöbbjük nehéz sorból indult el, kimondottan nehéz sorból, és nagyon fantasztikus misszió, amit ők végeznek. Persze ez egy két fedelű cím, ez a misszió, mert a másik része a missziónak az, amit a minisztérium, másfelől pedig a különböző egyházak, keresztény egyházak. Komoly pénzekkel támogatják ők is, a minisztérium is ezt a munkát, és a vége, én azt remélem, hogy az lesz, hogy néhány, és a filmünk érdekes módon így is fejeződik be, egy ilyen kis lámpa ég, vagy egy ilyen petróleumlámpa ég benne, hogy ezek a fiatalok lámpásai lesznek a saját közösségüknek. Tehát kicsit megemelik, kicsit segítenek abba, hogy könnyebben integrálódjanak. Én remélem, hogy nagyon sokan megnézik majd ezt a filmet. Ríkató nevettető film, hogy Nagy László mondja. Nagyon sokan biztosan el fognak érzékenyülni, nagyon sokan példát találnak ebbe a filmbe, és nagyon sok szép mulattató nevettető pillanat, vagy mosolyogtató pillanat is van benne. Aki szeretné megnézni, az november 2-án tudja ezt késő délután, kora este megnézni, majd a Duna TV-ben. Az, hogy meg tudjon hallgatni egy előadást cigánypasztorációs témakörben, szerintem az elvárható egy egyetemistától, különösen egy roma szakkollégistától elvárható. Azt is mondjam, amit nem mondanék el. Én kb. Nem akartam semmit az élettől. Elvégzem a 8 osztályt, hogy nehezen minden valahogy áttesek rajta, és utána majd lesz egy feleségem, hogy asszonyom, azt utána jól van, megy minden dolog. 60-70 év alatt kellene bepótolni mindazt, amit 1500 éve kimaradt az életünkből. Nem, hát azért leszek majd én ott. Az elnök asszony, és akkor majd én tudni, hogy ahol lehet csinálni.